Nagy sikerű gyereknap a Kölcseiben még tavaly nyár elején. Minden iskolást sikerült megmozgatni, és nem csak ezen az egy napon, hiszen az egész 2023-as esztendő mozgalmasan és eredményesen telt az intézményben. Sikeres fél évet fogunk zárni, hiszen rengeteg programon vettek részt a gyerekeink, de a programok mellett a tanulással is sokat tudtunk foglalkozni. Rengeteg versenyen vettek részt a gyerekeink, és a további versenyeket is most kezdjük előkészíteni, hiszen január 3. hetében kezdődik a Kölcsei hetünk. A kollégáim az elkövetkező napokban állítják össze ezeket a versenyeket, a programokat, amik ezen a héten fognak megvalósulni. A szokásosnál kicsit hosszabb téli szünet után hamar beindult az élet az iskolában, ahol most gőzerővel készülnek a fél év zárásra. Feltöltődve érkeztek vissza gyerekeink, kollégáink a téli szünet után, kipihenten, és ebbe az utolsó hajrába még mindenki igyekszik javítani, hiszen nagyon fontos a nyolcadikosoknak is, hogy olyan félévi értesítőt vihessenek haza, ami a középfokú beiskolázásukat is segíteni fogja. Lehetőség lesz a javításra, hiszen számos lehetőséget adnak még a kollégák. A beiskolázás minden évben fontos feladat a Kölcseiben, ahol idén is kiemelt figyelmet szentelnek a leendő elsősöknek és szüleiknek. Jelenleg 4 negyedik osztályunk van, és 3 első osztály tervezünk indítani szeptembertől. Január 3. hetében, hétfőn, 22-én hétfőn délután fogunk egy szülőértekezletet tartani a leendő elsős szülőknek, és ezen a szülőértekezleten tájékoztatást fogunk adni mindenről, hogy mi várható a szeptembertől. 30-án pedig nyílt napokon lesz lehetősége a szülőknek bepillantani az intézményben folyó oktató-nevelő munkára, megismerhetik a tanítónéniket, és 31-én délután pedig a gyermekeknek játszóházat, barkácsolást fognak tartani a tanítónénik, ahol közös programokon ismerkedhetnek. A tavalyi év után az idei is programokban bővelkedik, majd többek között angliai utazásra is készülnek az iskola diákjai. Az első programunk a Kölcsei hét lesz, amint már említettem. Ez meghatározó hagyománya intézményünknek. A Kölcsei hét után idegen nyelvi héten is részt vesznek a gyermekeink. Hagyományokhoz híven határtalanul programon fognak részt venni a 7. évfolyamosok, illetve rendhagyó módon angliai kirándulásra fognak menni a gyermekeink. A város egyik legnépszerűbb általános iskolájában a Magyar Kultúra Napjára is készülnek már. Január 22-én hétfőn a szomszédos Szent Imre templomban ismét együtt szavalja a nemzeti himnuszt a Kölcseis diáksereg.